Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A törvénytelenség mesdjéjén lavírozva a liberálisok egyre közelebb kerülnek politikai projektjük megvalósításához, az előrehozott választásokhoz. A nagy tét azonban számukra az, hogy mindezt a helyhatósági választásokkal egy időben tartsák meg. De miért gondolják azt, hogy ez lenne a választási győzelem szent grálja, és miért gondolják úgy, hogy mindezért hónapokig sorsára lehet hagyni egy országot? És miért asszisztál ehhez a nagy színjátékhoz és egyben a demokrácia megcsúfolásához a többi parlamenti párt? Míg egy hónapja arról szóltak a hírek, hogy szövetséget kötött a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, most az MPP szétszakadásáról szól a sajtó. Hétfőn Berki Ferenc, Maros megyei MPP elnök kilépett a pártból és 15 helyi vezetőt vitt magával. Ma a Kolozs megyei szervezet jelentette be, hogy kilépnek ők is, de a maradók nem bánják és megújulást hirdetnek. Csak az a kérdés, hogy kinek? Lesz-e még valaki, aki lekapcsolja majd a villanyt a pártban? Erről beszélgetünk a ma esti sajtóprésben Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője, Gáspár Sándor, rádiós újságíró, és Pataki István, a Krónika főmunkatársa a sajtóprés asztalánál. Uraim, jó estét! Jó estét! Jó estét! A sajtóprésben aktuálpolitikával, közélettel foglalkozunk. Most azonban egy szomorú hírrel kell kezdenünk. Múlt héten elhunyt Makkai János, az erdélyi magyar újságírás egy kiemelkedő alakja. Makkai János betegsége előtt többször is volt a sajtóprés vendége. Az ő emléke előtt tisztelgünk a sajtóprés elején. Életének 79. évében Marosvásárhelyen elhunyt Makkai János, a Népújság napi lap alapító főszerkesztője, a Múra egyik létrehozója, hosszú időn át aktív tagja, az erdélyi magyar újságírás kiemelkedő alakja. Makkai János 1941. május 19-én született Marosvásárhelyen, középiskolát szülővárosában végzett, majd a Vörös Zászló napi lap munkatársa, közben egyetemi tanulmányokat folytatott Bukarestben. 1989. december 23. a szintén Marosvásárhelyen megjelenő Népújság szerkesztője, 1990. márciusától főszerkesztője. Írásai jelentek meg a Művelődés, Új élet, majd a Romániai Magyar Szó hasábjain. Szakmai munkássága elismeréseként 1991-ben megkapta a Látó folyóirat nívódíját. Az ezzel járó pénzjutalmat a marosvásárhelyi Bernádi szobor létrehozására ajánlotta fel. 2009-ben a Szabad Sajtó Alapítvány aranytollal, majd 2010-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag keresztjével tüntette ki. Makkai János gyakori vendége volt a sajtóprés műsorunknak. Tisztánlátása, szakmai tartása, markáns, bátor meglátásai sokunk számára irányadóak voltak. A sajtóprés és az Erdélyi Magyar Televízió ezúton is tiszteleg a nagy újságíró emléke előtt. Ha valami személyesség kezdhetném, Hajdal nekem mindig nagyon sok illúzió volt, akkor is tele voltam illúzióval, várakozással. A személyes életemben ez az esemény olyan erős hatással volt, mint lehet, hogy mások nem így vannak vele, én így voltam, mikor Romániában először hallottam szabadon a magyar himnuszt. Az is egy olyan katartikus élmény volt, hogy eljutottunk odáig, mint ez, ami én szerintem egyetértek itt az előttem szólókkal, hogy egy páratlan esemény. Én azt mondanám, hogy történelmi esemény volt, mert a jellegét tekintve, azon túl, hogy oktatás, azon túl, hogy iskolák, hogy egyéb jogok, ennek volt egy általános üzenete, legalábbis szerintem, akkor, ha nem is tudatosult bennem, de később erre jutottam, hogy ez a tüntetés egy kezdet lehetett volna a román-magyar kapcsolatokban, olyan értelemben, hogy eltekintve mindattól, ami a múltban történt, ezzel a kinyújtott kézzel, ezzel a két ugye szimbolikus akármivel felvonulni, és ennyi ember felvonulni, hogy a magyarság felkínálta azt az esélyt, hogy egy új társadalmi szerződés jön létre a románok és magyarok között. Tehát kezdjünk el egy olyan életet,
ahol a két népnek a kapcsolata, vagy a nemzetiség és a nép kapcsolata az egy tisztességes mederbe terelhető. Amikor ezelőtt három és fél évvel Lokodi Imrétől átvettem a sajtóprés műsorvezetői székét, akkor a próba műsorban, próba felvételkor, akkor Makkai János volt az egyik vendégem, és emlékszem arra, hogy ő nagy öregként a fiatal újságíróknak mindig próbált segíteni. Nem csak akkor a próba felvétel során, hanem más alkalmakkor is. Gáspár Sándor úr állt korban a legközelebb hozzá, ha jól számolom itt, vagy Zsiga. Mondtad, lényegtelen az a néhány hónap különbség, ami Zsiga és közöttem van. Nyilván én is nagyon régóta ismerem Jánost, igazán meghatározó a mi ismerettségünkben az a néhány évtized, ami 89 óta eltelt, és amikor én azt tapasztaltam, hogy ő neki nem csak hogy nagyon markáns véleménye volt nagyon sok ügyről, hanem mindig ugyanazon az erkölcsi alapokon állt, tehát nem az, hogy ma ilyen, holnap olyan szempontok szerint ítélek meg valamilyen eseményt, mindig ugyanazból a néhány alap ebből indult ki, ha szerint bírálta el, egyértelműen a közösség, a nagy közösség szempontjából értékelte az eseményeket. A részleteken lehet vitatkozni, de ezt az erkölcsi következetességet, kitartást, ami őt jellemezte, szerintem ezelőtt bárki, mindenki kötelezően hajtsa meg a fejét. Zsiga, neked nem csak munkatársad volt, hanem a főszerkesztői székben elődöd is. Igen, de azelőtt munkatársam volt, hisz akkor még nem volt főszerkesztő, amikor ugyanabban a szerkesztőségben, vagy abban a szerkesztőségben elkezdtem dolgozni, ahol ő. Búcsúzó jegyzetemben is azt hangsúlyoztam, hogy ő a régi vágás újságíró volt már. Nem nagyon vannak ilyenek a pályán. 21 éves korában kezdett el újságnál dolgozni, azért gondoljuk el, tehát nem egy 30-40 éves korban egy ilyen munkahelyként tekintett a lapszerkesztésre, hanem valóban mindig akart valamit a közösségért csinálni. Tehát még a 90 előtti időszakban, én egy előző adásban említettem egy vezércikket, ami alig 15 nappal a 89-es fordulat előtt megjelent, annak ő volt a szerzője. Abba leírta, hogy igenis sorok közt is meg tudtuk értetni magunkat az olvasókat. Ennek volt a híve, tehát azért mondom, mert a pályájának nagy részét azért 90 előtt érte meg a sajtóban. Közel 47 évet, 46 év és valamennyit dolgozott újságíróként, akkor elgondolhatjuk, hogy nagy része ott. És valóban, ami fontos volt, és ez érződött, és ezért vállalta tudatosan, hogy részt vegyen a sajtóprés vitáin is, mert ő nem karriert látott az újságírásban, hanem igenis a közösséget akarta markánsan szolgálva befolyásolni. Tehát egy ilyen nagyon érdekes volt, és markánsan ilyen közösségét. Említettem volt, hogy például ő nem akart parlamenti széket. Ez nem véletlenségből említem, hisz annyira fontos közszereplője volt a 90-es éveknek, hogy 90-ben, vagy akár 92-ben őt rögtön küldték volna, mi más főszerkesztők azért elmentek, hogy parlamenti bársonyszékre cseréljék az újságírót, soha nem akarta ezt. És a legnagyobb a kitüntetések között, amire a magyar állam által adott lovagkereszten kívül nagyon büszke volt, hogy Szepesi Györgytől kapta az aranytollat, akkor Szepesi György volt az aranytoll bizottság elnöke, és a nagy elődökkel. Tehát azért mondom, hogy ezekhez sorolnám, bár Maros megyei léptében Makkai János szerepét. István, te a kollégáknál fiatalabb vagy, de te is dolgoztál együtt. Sőt, nekem az első cikkem valamikor a 90-es évek legelején az ő rostáján ment át, és erre nagyon büszke is voltam. Aztán dolgoztam a Népújságnál ugyan rövid ideig, de tekintélye volt, mint főszerkesztő. Tiszteltük, és az azt hiszem nagyon sokat jelent, hogy ez mond el a legtöbbet egy vezető pozícióban lévő emberről.
Csak abban bízhatunk, hogy Makai Jánosnak a mértéktartása, az, amire ő tanította a kollégáit, amire ő tanította az újságírókat, azt tovább fogjuk tudni vinni. Folytatjuk a sajtóprést a megszokott mederben. Bukaresti nagy politikával kezdünk. Kormány buktatás után kormány beiktatás fog következni hétfőn, ha lesz egyáltalán kvórum. Azt láttuk a minisztereknek a meghallgatásain, hogy nem mindenkit fogadtak kitörő lelkesedéssel. Nyilván azokról a miniszterekről van szó, akiket menesztettek, tehát Ludovik Orbán senkit nem cserélt le, többen is a parlament egyesített szakbizottságainak a negatív véleményezését kapták meg, de Ludovik Orbán már hétfőn kijelentette azt, hogy mindez őt nem érdekli, azokkal a miniszterekkel fog tovább menni, és azoknak kér bizalmat a parlament két házától, de nyilván Ludovik Orbán arra játszik, hogy ne kapjon bizalmat az ő kormánya. Az a nagy kérdés, hogy mi hajtja a Nemzeti Liberális Pártot. Az ország sorsa iránti féltő aggodalom, mert hogy azt mondják, hogy meg kell menteni a szociáldemokratáktól az országot, vagy pedig a túlnyerés vágya, hisz jól tudjuk, a közvéleménykutatások szerint 40% fölött mérik a PNL népszerűségét. Hát mi hajtja őket? Jó, hát már rögtön belekötnék abban, ahogy felvezetted, hogy meg kell menteni valamelyik pártól az országot. Tehát ezért mondom, ez a demokrácia halála, ha így gondolkozik bármely parlamenti párt. És nem csak parlamenti párt hát gondolkodik, hiszen nem Klaus Johannis, aki... Persze, itt visszatérünk, hogy az egész monománia, ez Johannistól származik, de ott vannak a csatlósai, akik elvégzik a piszkos munkát. De mielőtt gazdagabban vagy bővebben kifejteném, engedjetek meg egy sporthasonlatot. A sportban azt szokták mondani, hogy a győztes csapatot soha ne cseréld le. Hát Orbánnak az a mottoja, hogy a vesztes csapatot soha ne cseréld le. Úgyhogy ezzel is mehetünk, mert kétszer még akar veszíteni. Tehát tudatosan, na most ebben mi a fő gondom? Egyfelől az, hogy az elmúlt három hónapban vagy négy hónapban semmit nem próbáltak úgy felvázolni, ami valóban az ország érdekét szolgálja. Ők átmentek egy olyan pofátlannak is nevezhető álláspontra, hogy mindenki más hülye, csak mi vagyunk az okosok. Elnézést kérek a nézőktől, de én így élem ezt meg. Tehát nem lehet az, hogy ne tárgyaljanak, hogy az adott szavukat már egy-két hónap után felrúgják, visszavonják. Hát ez akár az RMDS-nek azt ígérték, igaz, mikor támogatásokat kérték. Alá is írták, így van, tehát írott szöveg van, hogy nem hoznak csak indokolt esetben sürgősségi kormányrendeleteket, hát nekik indokolt volt. Tehát nem lehet azt, hogy az ország érdekeit valóban alárendelni a hatalomszerzési vágynak. Eddig ilyen színjátékot nem tapasztaltunk, én gondolom, hogy a kollégák is néztek, én ma végtelen élvezettel néztem a megbuktatott és megbuktatásra vágyó miniszterek meghallgatását, akik azért dolgoztak, hogy őket nehogy megszavazzák akár a bizottságban is, annyi bődületes marhaságot mondtak. Tehát nem lehet így. Azért én azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy lesz előrehozott választás, vagy nem lesz előrehozott választás, óriási kárt okoztak az országnak, és óriási kárt okoztak egyáltalán a demokratikus gondolkodásnak. Tehát elásták a demokráciát Romániában a liberálisok, az én szempontomból. Hát akkor, ha jól értem, Zsiga azon a véleményen van, hogy a saját politikai mohóságuk hajtja a liberálisokat, nem pedig az ország féltés. Nem a közszolgálat, amire esküdtek. Gáspár Sándor, ön szerint? Az, hogy ki mit mond, jelen esetben szinte mindegy. Ha a tetteket, tényeket nézzük, akkor egyértelműen én azt látom, hogy a liberális párt erőből akar győzni, tehát érvek nélkül, érvek ellenére. Akarnak, nem értem, tehát ő azt jelentette ki, hogy ő azt tekinti győzelemnek, hogyha előrehozott választásokat tud az alkotmány
valamelyes tiszteletben tartásával. Ez érdekes, hogy valamelyes tiszteletben tartásával, ugye? Jó, az ott tisztán le van írva, hogy 60 nap, 90 nap, 100 nap, ugye? Ezeket nem lehet áthágni, mert bármelyik pillanatban egy bírói mandátum véget vethet a karrierjüknek. Egy bírói elfogató parancs. De az, hogy ezt milyen céllal teszik, csak is a hatalom motiválhatja, mert valóban, ahogy Zsiga mondta, volt 3-4 hónapuk kormányon, és semmi olyan rendeletet nem terjesztettek elő, olyan javaslatot nem terjesztett elő a kormányzó pártkoalíció, amely ne gerjesztett volna nagyon mélyen szántó vitát, és ne bukkantak volna föl rendkívül fontos ellenérvek az ő javaslataikkal szemben. Tehát csak színjáték, csak tessék, lássék a dolog, és az igazi cél más. Az igazi cél az nyilván lehet az, hogy akkor most a pillanatnyi konjunktúrát, mert hogy a népszerűségi indexük most magas, ezt kihasználni, és akkor 4 évre bebetonozzák magukat sokkal több parlamenti képviselővel, mint amennyivel jelenleg bírnak, hogy ugye sok éven keresztül 20-22%-nál többet nem voltak képesek összeszedni a választók köréből. Na most hirtelen felugrottak 40-re, mert elegünk volt a szociáldemokratáknak a csapongó kormányzásából, amely viszont mikor így, mikor úgy, de igyekezett valamit mozdítani az ország szekerén, nem csak a saját zsebükön. Valóban egy parlamenti bohózatnak vagyunk a tanúi. Azt nem értem, hogy miért tekintik egyesek ezt olyannak, hogy miért asszisztál a többi párt, többi parlamenti párt. Hát ha a parlament tagja, akkor kénytelen a parlament életében részt venni, akár tetszik neki, akár nem. Ha kivonul a parlamentből, nem vesz részt az ülésen, akkor ezzel az előrehozott választásokmal már hajtja a vizet, nem? Közelebb kerülnek a feloszlatáshoz. És egyértelmű, hogy az előrehozott választások azért nagyon sok szempontból megkérdőjelezhetőek, hogy ezzel mit nyerne az ország, az viszont felvethető. Azt mondják Klaus Johannis, illetve a Ludovik Orbán, hogy stabilitást nyerne, mert nem egy kisebbségi kormány lenne. Mert olyabban bíznak, hogy nekik lesz több parlamenti képviselőjük, nem pedig a szociáldemokrata pártnak. A jelenlegi vizsgálatok alapján, amikor nincs nekik egy rendes, kialakított, hosszú távra is fejlesztési terveket felmutató programjuk, akkor az első egy-két esztendőjük valószínűleg azzal telne el, hogy kidolgozzanak egy programot. Az alatt megint megjelenne annyira a feszültség a társadalomban, hogy az ön népszerűségi indexük ugyancsak lecsökkenne, tehát szinte biztos, hogy nem nyernék meg a következő választást. Akkor hol itt a nyereség, ha a felvetett problémákra nem tudnak megoldást kínálni? István, te korábban azt mondtad, hogy szinte biztos vagy abban, hogy lesznek előrehozott választások. Mai napig is fenntartod ezt a véleményed? Fenntartom, ami nem jelenti azt, hogy ez mindenképpen így lesz, de amit csak ismételni tudom picit magam, amit a egy héttel ezelőtt is mondtam, hogy egyrészt a Pénélének az a vágya, vagy főleg a Johannis vágya, hogy előrehozott választások legyenek, abban van logika. Egy párt, amelyik ennyire jól áll a közvéleménykutatásokba, és ráadásul úgy kell kisebbségben kormányozzon, hogy a parlament az gyakorlatilag bármikor olyan törvényt fogadhat el, ami ellenő nem tud tenni semmit ebben a helyzetben, ez logikus. A probléma ott van, hogy a román alkotmány az olyan, hogy gyakorlatilag lehetetlené teszi ennek a megvalósítását, és ők ennek ellenére nekifogtak ennek a történetnek, ezért nem tudom én se 100%-ra kimondani azt, hogy lesz. Amiért azt tippelem, hogy lesz előrehozott választás, az inkább az a sejtésem, hogy miután végül is nem valósult meg a Pénélének a másik vágya, hogy kétfordulós legyen a polgármester választás, azután tulajdonképpen egyfajta érdeke a PSZD-nek is, vagy legalábbis nincs ellenérdeke abban, hogy előrehozott választás legyen, főleg ha egy napon lesz a helyhatóságival, de akár hogyha nagyon közelében akkor is, tudjuk, hogy a PSZD jól áll, helyi szinten mozgosítani tudnak a polgármesterek, ez egyébként részben a Pénélére is igaz,
Tehát igazából van annyi közös érdek, hogy ez megvalósuljon, annak ellenére, hogy persze közben látjuk a bizottságokban az óriási színjátékot, de ez, amit látunk, ez már én véleményem szerint a kampány része. Tehát azért is van az, hogy kitöltik bőven az időt, mindenki véleményt mond, mert ez kampány, hiszen mutatja a tévé, élőben lehet követni, már akinek ehhez kedve van, de minden esetre ez már a kampánynak a része, és meglátjuk, hogy ugye hogyan alakul a dolog, ugye azt most tudjuk, hogy 24-én valószínű, hogy nem lesz meg a kvórum. Ebben is van logika, hogy a PSD azt mondja, hogy nem vesz részt az ülésen, hiszen éppen 24-én a PSD nem vesz mondta, részt. A Pénéli azt mondta, hogy ők ott lesznek, de nem fogják megszavazni a saját kormányukat. Illetve nem, a Pénéli, igen. Így van. Tehát ha nincs kvórum, akkor ugye nincs jelentőség az egésznek. Viszont ami az érdekesség, hogy ugyanaz nap dönt az Alkotmánybíróság arról, hogy egyáltalán alkotmányos volt-e Ludovik Orbánt jelölni miniszterelnöknek. Ugye kicsit furcsa, hogy éppen arra a napra esik, amikor amúgy szavazni kéne, ezt a PSD föl is hozta érvként, hogy akkor azért talán várják meg ezt a döntést, ami nem hiszem, hogy elmarasztaló lesz, de mindenképp érdemes valóban megvárni ezt az alkotmánybírósági döntést, utána megint dönteni kell egy újabb időpontról. Még nem futotta ki messze az időből, hogyha néhány napot késik ez az első szavazás, úgyhogy egyelőre még a taktikázás időszakában vagyunk. Puskás Bálint volt alkotmánybíró, korábban azt nyilatkozta, hogy Ludovik Orbán másodszori jelölése nem alkotmányellenes ugyan, de az alaptörvény szellemiségével szembe megy. Nézzünk meg egy összefoglalót arról, hogy Ludovik Orbán kijelölt, miniszterelnök jelölt, hogyan nyilatkozik most. A helyhatósági és parlamenti választások egyidejű megszervezésének lehetőségéről és az általa vezetett liberális párt erre vonatkozó álláspontjáról kérdezte a sajtó Ludovik Orbán ügyvivő miniszterelnököt. Noha korábban egyértelműen a két választás egyidőben történő megszervezését szorgalmazta, Orbán most valamivel óvatosabban fogalmazott. Mi egyelőre csak a helyhatósági választások lehetséges időpontját tudtuk javasolni. Ami a parlamenti választások dátumát illeti, ma lehetetlen ezt meggyorsulni. Amint teljesülnek az alkotmányos feltételek ahhoz, hogy az elnök feloszlassa a parlamentet, lehet beszélni róla. Elképzelhető, hogy a két kampány párhuzamos legyen, és elképzelhető, hogy a két választás időben nagyon közeli legyen egymáshoz. Tény, hogy az elnök leghamarabb április 10-e táján oszlathatja fel a parlamentet, ha addig teljesül a két javasolt kormányfő benem iktatásának feltétele. Ahhoz pedig, hogy az előrehozott választásokat júniusban a helyhatóságiakkal egy időben, vagy ahhoz nagyon közeli időpontban megszervezzék, érvényes kell maradjon a választási törvényt módosító sürgősségi rendelet, amely a 90 napos határidőt 50 napra rövidíti le. Márpedig már többen kérték a nép ügyvédjétől, hogy a rendeletet támadja meg az Alkotmánybíróságon, és várhatóan ez be is következik. Ugyanakkor a rendelet sürgősségi procedúrában a parlament asztalára került, és a Szenátus Jogi Bizottsága már el is utasította. A fentiek ellenére Ludovik Orbán úgy véli, érvényben marad a jogszabály, mint ahogy azt sem tartja valószínűnek, hogy az Alkotmánybíróság hétfőn kimondja, hogy másodszori jelölése miniszterelnöknek jogszerűtlen lett volna. Utóbbi esetben ugyanis más miniszterelnököt kell megbízon az államfő kormányalakítással. Nos, jócskán bonyolítja az egész előrehozott parlamenti választásoknak a helyzetét az, hogy a Nemzeti Liberális Párt egy sürgősségi kormányrendelettel az egész választási rendszert is módosította, amit a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ is bírál, mert azt állítják, hogy a feje tetejére állítja az egész választási rendszert. A választási jogosultságot terjesztette ki, és oly módon, hogy ezen túl azok, akik mondjuk azok az egyetemisták, akik Kolozsváron szavaznak, tehát leadhatják a voksukat Kolozsváron, és azt döntik el, hogy a kolozsvári képviselet az milyen lesz, és nem a saját lakhelyük szerinti képviselet. Igen, tehát itt a fő gond talán nem is ezekben a
tényszerű módosításokban van, mert lehet, hogy van ennek egy olyan logikája, hogy mivel bevezették a digitális ellenőrzését a szavazóknak, mivel bevezették, tehát lehet, hogy ez ki, tehát azért mondom, tehát lehet ezen vitatkozni, nem ezzel bekötekednék én, hanem abban, amiben az RMDSZ-nek is a fő érve van, hogy és a szociáldemokraták, és talán még más pártból is hajlanak arra, hogy ezt nem előzte meg egy vita, akár legalább a parlament szintjén. Tehát ezek olyan alaptörvények, amelyeket nem lehet sürgősségi kormányrendelettel módosítani. Ezt mondja a népügyvédje is, hogy szemben megy az alkotmány 115-ös cikkelyére. Pontosan. Tehát itt nem annak a jogszerűségében kell, mert hogyha elő van készítve, megtörténhet, hogy változtatnak a módszereken, változtatnak. Az belefér alkotmányos keretek között. De az igenis nem fér bele, hogy változtatni magán a választási törvénynek az alap tételein, és ezt pedig meg kell előzze, és azért nagyon helyes, hogy a parlament el kell fogadja, vagy jóvá kell hagyja ezt a sürgősségi kormányrendeletet. Kíváncsi vagyok, hogy valóban lesz-e kvórum majd a képviselőházban, amikor, vagy mikorra tudják azt összehozni. Ennek, én azt mondom, eléggé nagy esélye van azért is, mert ne felejtsük el, hogy azért túlsúlyban vannak a szociáldemokraták, akár a parlament vezető testületeiben, tehát napirendre tűzhetik elég záros időn belül ezt, tehát még ez is szóba jöhet, hogy igenis elkaszálják ezt a törvényt, mármint a választás módosításáról szóló. Miért érdekében a Nemzeti Liberális Pártnak ez, illetve van-e etnikai színezete ennek, vagy csak túl akarják nyerni magukat és ennyi? Etnikai színezete kevésbé, viszont a választási csalás törvényesítéséhez nagyon jó gyakorlati eszköz. Mert abban a választási körzetben, amelyikben nekem van 40-42%-ra komoly esélyem, akkor ha átviszek 10-12%-nyi szavazót, akkor simán megszerzem az abszolút többséget, csak akkor nem vitás, hogy én fogok győzni. Ők teljesen törvényesen szavaznak, a pótlistára felírják őket, kifogástalan, csak éppen megváltoztatják azt a lehetőséget, ami valósan kialakult volna az illető választási körzetben. És erre van gyakorlati lehetőség. A 100 000 egyetemista nem biztos, hogy mind ott szavaznak Kolozsváron, de azokban a körzetekben, ahol 50-80-2000 szavazó döntheti el, hogy ki lesz a képviselő, ott ez gyakorlatilag megoldható 4-5 autóbusznyi emberrel. Tehát a választási turizmust fellendítheti ez, István, te hogy látod, hogy miért ezért áll érdekében a Nemzeti Liberális Pártnak, hogy a módosítás, hogy túlnyerje magát, nem elég neki a 40%, amennyit jósolnak a közvéleménykutatók? Mindenki többet akar. Minden párt nyilván többet akar. Ez az egészet valóban az a probléma, hogy tényleg, hogyha az előrehozott választást vesszük, akkor gyakorlatilag 2-3 hónappal a választások előtt módosítani, hát megint csak, hogy alkotmányos vagy nem, azt majd meglátjuk, de mélységesen antidemokratikus. Tehát az pedig, hogy hogyan módosítja, teljesen egyértelműen a saját érdekei szerint. Nyilvánvaló, hogy a PNL-nek az az érdeke, hogy magas legyen a részvétel. Tehát őneki az a legfontosabb, ráadásul olyan szavazókról van szó, akiknek ezzel a módosítással lehetőségük van szavazni, hogyha nincsenek otthon, olyan szavazókról van szó, akik nagy eséllyel PNL-es szavazók, ugye a diákok, vagy azok, akik ugye hétvége van, éppen turistáskodnak, tehát a középosztály az, aki megengedi magának, hogy hétvégén elutazzon, akár tengerpartra, hiszen már júniusban leszünk, de akár Brassó környékére, tehát ez az ő egyértelműen az ő érdekeit szolgálja, ahogyan az is, hogy a diaszporának a mandátumait megemeli, nagyon jól tudjuk, hogy az ő érdekét szolgálja, egyébként valóban több mandátumra lenne szükséges, ebben még a PSD is egyetért a diaszpora számára, ugyanakkor én ezt egy rossz üzenetnek tartom úgy általában, mert ezzel azt üzeni, hogy hajrá, lehet nyugodtan kimenni, elhagyni az országot, lámlám ugyanúgy tudtok szavazni is, meg stb. Tehát, de mindegy, mondjuk én csak ha a PNL-i logikáját követem, akkor ezt is érthetőnek találom. Én se gondolom, hogy itt etnikai színezet lenne, hiszen
nem Hargita megyébe fognak tömegesen szavazni, vagy Kovászna megyébe, vagy Maros, vagy Kolozs megyében, ott valóban mondjuk az RMDSZ arányait érintheti ez a dolog. A másik, hogy az RMDSZ ugye az, ő meg mindig, az ő érdeke mindig az, hogy rendkívül alacsony legyen a részvétel. Tehát az RMDSZ mindig erre játszik, ő azért ellenezte azt is, hogy a moldovai köztársaságban élő román állampolgáraknak szavazati joga legyen, tehát az RMDSZ-nek mindig az a rossz, hogyha magas a részvételi arány. Tehát itt nagyjából inkább erről van szó, de ami a legfontosabb, hogy antidemokratikus. 2-3 hónappal módosítani választási törvény nem illik. Itt finoman fogalmazva. Elhangzott már ilyen vagy olyan kontextusban az, hogy az, amit a Nemzeti Liberális Párt tesz, az szembe megy a demokrácia alapértékeivel, antidemokratikus, sérti az alkotmányt, stb. Azt nem értem, sérti hogy... a jogállamiságot. Sérti a jogállamiságot. Én azt nem értem, hogy igazából a sajtó, amikor a Szociáldemokrata Párt tette ezt, amikor a Szociáldemokrata Párt fogadott el sürgősségi kormányrendeleteket így csuklóból, akkor utcára vonultak az emberek és tiltakoztak. Most, amikor a Nemzeti Liberális Párt megbuktatott minisztere vagy kormánya egy éjszaka alatt egy maratoni 7,5 órás kormányülésen 25 sürgősségi kormányrendeletet fogad el, akkor szinte nem szól senki, és mindenki hallgat. Hát nekem eléggé rossz véleményem van a civil kurázsiról. Utoljára, amit igenis valóban önként vállalt tüntetés volt, az pont a műsor elején említett Gyertyás könyves tüntetést, amikor a magyar közösségnek egy olyan markánsan megjelenítette, vagy akár a katolikus iskola esetében. Én bizonyos tüntetéseket azért szervezetnek, vagy hátulról felbújtott, itt vannak azok a módszerek, ahogyan kell, hisz kiderültek, hogy kik voltak azon az ominózus bukaresti nyári nagy tüntetésen a fő mozgatórugói az ott történt cselekményeknek. Tehát én nem azt mondom, hogy mindenki megvásároltak, vagy lefizettek, de ügyes módszerekkel hajtották abba bele. Tehát ez egy-kettő. A liberális párt ellen most kivonulna az utcára a szociáldemokrata szavazók, akik tájékozatlanok? Azok ellen az utcára vonuljanak, akik akkor, amikor a szociáldemokrata párt a jogállamiságra tört, akkor az utcára vonuljanak. Nem igazuk, hanem a jogállamiságért mentek. Ők azért mentek, hogy elkergessék a Vörös Pest is, hogy fogalmazok. Azok, akik ennyi. Akkor kimentek, önekik tetszenek ezek az intézkedések. Tehát legyen tiszta antidemokrata. Nem most tetszik, tehát azok, akik akkor kimentek tüntetni, tehát azok radikálisabb lépéseket várnának a Pénélétől. Hát látjuk sokszor a közösségi hálókon, tehát a Pénélének a szurkolói, vagy a Pénélé szavazói azok éppenséggel azt kifogásolják, hogy például a helyhatósági törvény miért nem változtatták meg egy kormányhatározattal. Tehát micsoda dolog ez, hogy itt ilyen engedékenyek voltak. Tehát azt azért látni kell, akkor naivan volt, aki azt hitte, hogy aki kivonult, az a jogállamot védi, hát hogy ezt mondjam. A táblákra. Nem, ezek táblákra, az ultrák. Táblákra ezek bármit az lehet írni. A másik, hogy mondtad a médiát. Hát szerintem eléggé nyilvánvaló, hogy Romániában a média körülbelül úgy néz ki, hogy 80-20% a mondjuk a jobb oldal, liberális és a bal oldal, vagy a PSD-hez közel álló. Nagyon jól tudjuk a tulajdonosi háttereiket, akár a hírtelevízióknak, és nagyon jól tudjuk azt is, hogy azért van titkos szolgálati befolyás, ez is azért már többször nyilvánosságot kapott, és azt is tudjuk, hogy a titkos szolgálatok Beszélszkut szolgálták, most meg Johannist szolgálják. Tehát, de nem, én nem akarok összeesküvés elméletet gyártani itt, hogyha csak azt nézzük, és ez azért hosszú évek óta így van, hogy milyen a média összet, ez így néz ki, körülbelül 80-20, tehát azért az olyan nagyon ne csodálkozzunk, hogy szó nélkül megy el a médiának egy nagy része, vagy a többsége a Pénélének az antidemokratikus lépései mellett. Kaspár Sándor is jelezte, hogy nem hagyná szó nélkül ezt a témát. Ahhoz, hogy a nagy tömeg reagálhasson valamire, valamennyi idő is kell, és főleg tudnia kellene, hogy miről van szó.
Tudjuk, hogy volt 25 kormányrendelet, amit elfogadtak egy ülésen, de annak jelentős része nem, hogy nem jelent meg a hivatalos közlönyben, de még a kormányfőnek a fiókjából sem került elő, és még olyan is volt, amit elő se terjesztettek szavazásra, tudjuk, hogy 26 vagy 27 kormányrendeletet dolgoztak ki, aztán mégse szavazták meg őket. És volt, amelyikről azt mondta ugye Ludovik Orbán, hogy hát ezért ezt nem jelentetjük meg a hivatalos közlönyben, mert nagyon kényes témáról van szó. Istvánnal még egy picit vitáznék. Hát, ha nem tudjuk, hogy miről van szó, akkor egyelőre, és mindenki óvatos, és lényegében csend van, maguk a parlamenti pártok is csak nézik, hogy miről van szó, és gyakorlatilag csak valamiről lóg a levegőben, de egy rejtélyes, megfoghatatlan dolog, addig nincs miért kimenni az utcára tiltakozni, addig csak morgolódunk. Igen, tehát annyiban árnyalnám, hogy én ma is végig zongoráztam a hírtelevíziókat, és azok, akik eddig markánsan támogatták a liberális párt, az elég tanácstalanul jellemezték a ma történt eseményeket, vagy az elmúlt napok eseményét, akár a Digi24-ről beszélek, akár a többi. Tehát ő se tapsikolt, hogy jaj, behelyes, hogy meg akarom buktatni a saját minisztereimet, meg minden. Tehát a józan ellenzők azért megjelentek azokban a televíziókban is, és tanástalanok, hogy azért ez hogy is megy, hogy önmagam buktassam meg, még mielőtt pályára lépni. De azért hogy... mindig hozzáteszik, és egyébként ebben igazuk van, és itt van a fő érv ma még, nem tudjuk meddig, még a Penélé mellett, hogy ugyanakkor mindig elmondják, na de gyerekek, na de hát a PSZD mit csinált? Ugye, tehát az a helyzet, hogy amíg ezt lehet mondani, már pedig egy-két évig bőven lehet, addig a Pénélé joggal érzi úgy, hogy bármit megtehet. Most teljesen mindegy, hogy ez esetleg antidemokratikus vagy nem, addig, amíg az ő szavazó tábora az ott áll mögötte, és azt mondja, hogy gyerekek, ahhoz képest, hogy itt a PSZD mit rendezett, hát ahhoz képest ti igenis tegyétek a dolgotokat, és próbáljátok meg mindent fölszántani, amit a PSZD csinál. Ez egyelőre a szavazó bázisában megáll, erősen tartja magát ez a hit, ha úgy tetszik, mert itt ez egy hitről van igazából szó, nem főtétlen tényekről. És félretájékoztatás, elnézést, mert azért térjünk vissza a legkényesebb problémára, az, hogy, és amire elő akarják hozni a parlamenti választásokat, a nyugdíjpont értékének a növeléseit, hisz ottan pár millió szavazatról van azért szó. És akkor, amikor a parlamentben vita volt, tehát parlamenten keresztül ment ez a törvény, akkor nem jöttek azzal az érvvel a liberálisok vagy az úszérések, hogy nem lesz pénz, és aztán akkor inkább halasszuk el az egészet. Tehát az UTEM-tervet úgy tudom mindenki többé-kevésbé megszavazta. Minden párt. Még egy kérdés erejéig maradjunk a bukaresti politikánál. Mennyire van nehéz helyzetben az RMDSZ, vagy van-e hova állni az RMDSZ-nek ebben a helyzetben? Azt tudjuk, hogy az elhangzott, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy mikor szervezik meg a parlamenti választásokat, csak ne szervezzék az önkormányzati választásokkal egy időben. És ne ez szerint a törvény szerint, mint amit a sürgősségi kormányrendelet előírt. Pont itt a választás módosítása, de a nem módosítottban is benne van az a csapda, amikor a külföldön levő romániai állampolgárok szavazhatnak. Az RMDSZ itt nem áll olyan jól. Tehát azért mondjuk ki őszintén, tehát azok, akik elmentek Erdélyből, azok a magyarok nem biztos, hogy szavaznának az RMDSZ-re. Tehát ez egy nagy problémája az RMDSZ-nek, hogy tudja-e őket mozgósítani, vagy nem. Arányában is jóval kevesebben vannak, tehát kevesebben vannak, mint a 6%, ami az országban. Így van. Tehát jóval kevesebb az aránya. Így van. Tehát itt a kettős állampolgárok, ez egy nagyon kényes kérdés lesz, és ez egy nem tudott annyira megújulni az RMDSZ, legalábbis ezeknek a szemében, hogy elfogadható, szalonképes legyen, és megtörténik, hogy nagyot bukni itt ezen fog az RMDSZ, tehát itt függetlenül, hogy mikor lesz a választás, én itt tartom egyik nagy kérdésnek ezt a... Bocsáss meg, de azért bármennyire is kisebb szeletet kaphat meg az RMDSZ a külföldről érkező szavazók köréből, ez nem egy olyan perdöntő.
Az RMDSZ-nek jelen pillanatban véleményem szerint viszonylag könnyű helyzete van, mert hiába taktikázik jobbra vagy balra, nem az RMDSZ fogja eldönteni. Ugye az RMDSZ számára gyakorlatilag eldőlt a küzdelem, amikor sikerült megtorpedózni azt, hogy egy vagy két fordulós legyen az önkormányzati választás, a polgármester választás. Lévén egy fordulós maradt, az RMDSZ-nek ebből a szempontból bejött az a terv, amire szüksége volt. A parlamenti választásoknál nagyjából fogja hozni a formáját, akár előrehozott, akár időbeli választások lesznek. Erkölcsileg, hogyha egy jó szilárd álláspontot fent tud tartani, akkor nyerhet olyan szavazatokat is, amelyeket eddig nem kapott meg. Sok olyan kampánytéma lehetőség van, amit kihasználhat, és egyszerűen mértéktartást kell tanúsítania, és ne járassa le magát olyan szerződésekkel, mint amilyen volt a liberális párttal. Első perctől kezdve világos volt, hogy a liberális párt ezt megszegi, hiszen az összeléseknek megígérte a kétfordulós parlamenti önkormányzati választást, már pedig ezt is megígérni, azt is megígérni, ami egymást kizárja, és mind a kettőt teljesíteni lehetetlen. István, te hogy látod az RMDSZ helyzetét? Jelenleg kétfordulósnál azért valóban ez egy megszegett ígéret, de hogy mondjam, azért volt egy kis tika szerintem ott benne, tehát előtte volt tárgyalás az RMDSZ és a PNL között, hogy ugye az RMDSZ folyamatos azt, hogy nem akar előrehozott választást, aztán egyszer csak azt mondta, hogy de akar az ország stabilitásáért. Nyilván ott volt egy tárgyalás a PNL-ével, ahol megbeszéltük, hogy gyerekek, nem tudom megcsinálni, tehát muszáj lesz a felelősségvállalással a kétfordulós polgármesterválasztást. Megpróbáljam, de hát ti majd a PSZD-ével megbuktattok. És akkor nekem is jó, meg nektek is jó, tehát azért ne zárjuk ezt ki, még hogyha bizonyítékaik nincsenek is rá. Hogy jó vagy nem, az RMDSZ-nek valóban az a, egyrészt, hogyha együtt van, vagy közel van a helyhatóságival, ott is mozgósító erő. Tehát az RMDSZ is könnyebben tud mozgósítani, ez teljesen világos. De az RMDSZ-nek továbbra is az a fontos, hogy ne legyen nagyon magas a románok részvétele, tehát itt mindig az dönti el, tehát azért jóval több magyar szavazó nem fog előkerülni. Jó, térjünk át közelebbi témákra, vagy közelebbi témára, erdélyi politikára. Január 16-án a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt bejelentette, hogy Erdélyi Magyar Szövetség néven választási szövetséget hoz létre, majd fuzionálni fog a két párt, és én úgy értettem, hogy akkor ez lesz majd a neve is, hogy Erdélyi Magyar Szövetség. A Magyar Polgári Párt soraiban azonban elkezdődött egy kivándorlási hullám, vagy egy szakadás kezdődött. Többen bírálják Mezei János pártvezetőt azért, amiért belevitte a pártot ebbe a fúzióba. Maros megyei polgári pártnak egy része tegnap hétfőn jelentette be, hogy kilép a pártból. A kolozsmegyeieknek egy része, kolozsmegyeiek ma jelentették be, hogy kilépnek. Mi zajlik a Magyar Polgári Pártban jelenleg? Ha visszagondolunk, hogy 4 évvel ezelőtt még nagyon sok helyi képviselői mandátumot szerzett a Polgári Párt, polgármesterei voltak, tanácsosai voltak, tehát egészen jól állt. Ahhoz képest most ez a belharc nyomán azt vettük észre, hogy legelőször ezeket a sikereseket távolította el a Polgári Párt új vezetése az utóbbi 2 évben. Tehát az udvarhelyieket kitámadott másokat. Ez a választások előtti időszakban soha nem jó. A néppártnál még nagyobb problémák vannak, a néppártnak sose sikerült felépítenie egy igazi pártot. Nagyon értelmes emberek kerültek vezetésébe, de pártépítésnél nulla volt, amit csináltak, nekem az a véleménye, mint Marosvásárhelyen is lehetett látni, de akár más megyékben is. Na most ez a két párt, miután a Polgári Párt kirugdosta embereit, de itt személyeskedésnek tűnt, hisz ne felejtsük el, hogy
a nagyon demokratikusnak vallott pártocska zárt ajtók mögött döntötte mindig el a sorsát, mindkét párt. Sufnival választották a vezetőket. Tehát azért ez... Most megyeiek egyébként épp azt róják fel Mezei Jánosnak, hogy a csíkszeredai kongresszuson nem szólalhattak fel, tehát nem adtak felszólalási lehetőséget. A sajtó kizárása volt. Azért nézzük meg, hogy ez nem egészséges gyakorlat, nem hiteles az a vezetés, amelyik ott megegyeznek forma. Na most ez a két, mit tudom én, nem is csonka, hanem törmelék, pár törmelék, össze akar hozni egy nagyobb halmot, de ő egymással se tudnak megegyezni. Én ne haragudjanak, de én ezt látom, és sajnálom. De most ne a kettejük halmáról de arról beszéljünk, hogy mi zajlik a Magyar Polgári Pártban. Na, és a Magyar Polgári Pártból azok, akiket akkor úgy kirúgdostak forma, mert nem tetszett nekik az, hogy esetleg kompromisszum készebbek, és az RMDS-szel bizonyos pontokban megegyeztek. Ezt mondjuk ki, erről volt szó. Bíró Zsoltékat is ezért. Az Erdélyi Polgári Szövetséget. Igen, és ezért hozták azok létre az Erdélyi... Igen, de Berki Ferenc azt mondta, hogy ők nem azért lépnek ki, hogy összeálljanak ezzel. Itt két különböző dologról van szó, mert az valóban furcsa, hogy Gálfi Árpádot ugye kitámadták és gyakorlatilag kizárták a polgári pártból, Udvarhely polgármesterét. De mi volt a bűne és a csapat? De én ezt most nem tárgyalom, de ez egyféle valami, és addig még ő a polgári párt RMDS szövetségi részében volt. A néppárttal való fúzió az később került napirendre, később vált aktív politikai törekvéssé, ugye meghirdették, azt bejelentették teljesen logikusan, hogy rövid az idő egy egységes pártot bejegyezni, és annak azt felépíteni, hogy a választótábor gond nélkül mehessen a megfelelő jelvény alá szavazni. Tehát itt most csak egy választási szövetséget hoznak létre, és a jogi procedúrát azt később fogják kiteljesíteni. Ami most történik, az úgy néz ki, hogy tiltakoznak a lehetséges fúzió ellen, ugye tiltakoznak a közös választási szövetség ellen, és ezért kilépnek a pártból. Magyarán, aki bennmarad, annak van aláírási joga, és adott esetben létrehozhatja a fúziót, ha akarja. Akik kimaradnak, azok ugye már létrejött egy magyar polgári mozgalom, valószínűleg ehhez akarnak csatlakozni, akik most kiléptek, bár kétlen, mert ők másféle irányú embereknek látszanak, lévén, hogy más időpontokban léptek ki, akkor létrejöhet egy újabb csoportosulás. Hogy de hová osztódunk még? Te, én ezt nem kérdezem, mert mindenki oda osztódik, ahova akar. Ugye megmondta Rejtő Jendő, mindenki onnan jön, ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon engedik. Ebből a szempontból ezek az emberek létrehozhatnak egy önálló politikai alakulatot, amelynek a fényében szerepelhetnek. Három ember is létrehozhat egy pártot. Persze, szerepelhetnek egy vendéglői asztalnál, szerepelhetnek otthon a lakásban, a feleségük előtt, az ő lelkismeretük rajta. Hogy ennek milyen politikai hatékonysága lehet, ha azt nézzük, hogy az RMDS számára az tűnhet jobbnak, hogyha a magyar választók körében ő az egyedüli tényleg cselekvőképes politikai alakulat, a többiek pedig nem számíthatnak igazából, akkor ez előnyös. Ha azt nézzük, hogy bizonytalanná tehet rengeteg jó szándékú, egyszerű embert, aki nem akar pártvezető lenni, ugye csak egyszerűen szeretne a közössége valamit tenni, akkor most gyengül a magyarságnak a politikai cselekvőképessége. Akik ezekkel játszanak, ezekkel úgy látszik, hogy nem számoltak, vagy ha nagyon számoltak, akkor olyan szándékaik vannak, amelyeket még nem ismertünk meg. Mezei János pártelnök azt nyilatkozta ma, hogy hát uraim, nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen csak az RMDS-es MPP-sek lépnek ki a pártból, és marad a tiszta magyar polgári érzület, tehát az MPP jól jár. Így folytatódik tovább, akkor ha lesz fúzió, akkor az nagyjából azért úgy fog kinézni, hogy a néppárt fölfalja az MPP-t, mert ugye az MPP-ben nem sokan tehát maradnak. Az MPP addig fölfalja saját magát. Igen, tehát a maradék MPP-t falja föl a néppárt, de én azt hiszem, hogy itt ami a lényeges, hogy nem, tehát én nem látom azt, hogy ők ettől hogyan lennének erősebbek. Mármint a fúziótól? A fúziótól. Nincs semmiféle új mondani valójuk. Melyiket egyesítik? Nincs semmiféle új, de melyiket? Tehát a 4 meg 4 százalék, vagy meg a 60, meg a 2, ugye? Tehát az úgyis 8 lesz. Tehát, hogy az a helyzet, hogy
talán nem is tudom, valamelyik a két vezető közül mondta talán, hogy meg is lepődtem, hogy milyen jól meglátta, bár nem hiszem, hogy azért olyan nagy elemzői tudás kell ehhez, hogy az RMDSZ veszít a szavazóiból, és egyre többen szavaznak román pártokra. Nagyon jól tudjuk azt is, hogy melyikre, az USZERÉ fele. Van egy olyan réteg, főleg a fiatalok, és hogy hát ezeket kell megszólítani. Na de hát hogyan? Hát ezek a pártok nem hogy jelét nem mutatják, hogy változtatnának a retorikájukon, hanem pont ugyanazokat mondogatják, mint ezelőtt, mint 10 évet. Tehát, hogy igazából itt látom a problémát, vagy itt ez lesz az ő problémájuk, hogy nem tudnak megújulni, hiába egyesülnek, nem tudnak megújulni, nem tudnak újat, hogy kit szólítanak meg azokon kívül, akiknek eddig is elég volt azt mondani, hogy az RMDSZ az nem csinál semmit, az korrupt, az a románokkal kollaborál. Jó, ott tudjuk, ez kb. 8% a szavazóbázisnak, ez meg lesz valószínű. Egyébként valaki vitatkozna ezzel, hogy nem képes megújulni. A Magyar Polgári Párt beejtőernyőzte az alelnöki tisztségbe az erdélyi magyar ifjaknak egy korábbi vezetőjét, Sorbán Attila Őrsöt. Sorbán Attila Őrs és Szűcs Péter, ők részt vettek január 28-án a Jobbikból kivált Mi Hazánk nacionalista vagy nemzeti mozgalomnak az évértékelő. A pártnak is volt képviselője. Igen, Csomorkányi István, gondolom, kartendített. Nem, talán Zakariás. Jó, de most nem akarom. Jó. Tehát a jobb oldal. Beszélek, de erről beszélek. Hát korábban is azért ezek a pártok például a Jobbikkal, amikor még most is szélsőbb szerintem a Jobbik, de amikor még vállaltan szélsőjobb volt, akkor ugyanúgy tartották most a kapcsolatot. Most a vállaltan szélsőjobb Mi Hazánk mozgalommal. Igen, tehát ezt mondom. Ez nem megújulás. De ezt mondom, hát ez nem megújulás. Ez a folytonosság. Van, akinek a ez a folytonosság, és ez 8%-et ér az erdélyi magyar közvéleményben. Én azért vitatkoznék Sándorral, mert a Magyar Polgári Párt a nagy politikában az akkor tudott megszólalni, tehát a román parlamentben, amikor az RMDSZ támogatásával bejutott az a kulcsár, aki markáns törvénytervezetet benyújtott oda. Tehát hát itt a sufliba lehet ordibálni, de oda kell jutni, ahol igenis, akár. Na most azért mondom, hogy a reálpolitikusok megnézik, hogy mikor, kivel szövetkezek, anélkül, hogy feladnám identitásomat. Tehát azért mondom, azért tartottam érdekesnek a Polgári Pártnak 4 évvel ezelőtti pragmatikus váltását, hogy belátták, hogy 2 embert be tudnak juttatni a román parlamentbe, ahol elmondhatják, vagy képviselhetik érdekeiket. Tehát ez azáltal, hogy mi szétverjük magunkat, meg osztódunk, annak semmi jövője nincs. És igenis, nekem monomániám valamilyen formában ki kell találni, hogy legyen egy egységes magyar érdekképviselet Bukarest fele, annak meg kell találni, fel kell építeni a rendszerét, hogy újra kell találni. Nem pedig úgy, hogy mindenkit bűnözőnek, hazárulónak és egyébnek nevezünk, mind amit csinálják ezek a szélsőséges magyar pártocskák. Egyébként, ha már itt tartunk, a román pártoknak jól jön ez az osztódás, meg ez a magyarok felfalják egymást vagy magukat? Tudom, mert nem hiszem, ez tényező. Most őszintén, én nem látok ezáltal nagy változást az erdélyi magyar politikában ezekkel a történésekkel, tehát igazából valóban volt egy RMDSZ-MPP féle összefogás, kezdeményezés, amihez kellett volna csatlakozzon a néppártnak is, kellett volna csatlakozni, akkor valami kialakulhatott volna. Így meg marad igazából minden a régiben, nem látok én semmit, nincs, ha úgy tetszik, nincs minek örüljenek a románok, mert nagy változás nem lesz. Magyar a románok örülhetnek, hogy a magyarok itt tudom, egymást szapulják. De az arányokat látjuk, tehát nem ugyanaz a helyzet például, hogy tiszta legyen, mi mondjuk Szlovákiában, ahol egy komoly probléma van, ugye, és ezért valószínű, hogy most egyetlen olyan párt sem lesz a szlovák parlamentben, amely legalább részben magyar, mint a ugye a vegyes párt. Persze teljesen más az egész konstelláció, most kár lenne ebbe az egészbe belemenni. De ismétlem, ott teljesen
ketté osztódott, tehát teljesen ott a magyarság valóban megosztottá vált, itt azért ezt a megosztottságot nem érzékelem. Mint ahogy a Vajdaságban sincs ez a megosztottság, ott is vannak kis magyar pártocskák, akik azért igazából sose tudtak labdába rúgni, hanem mindig a Vajdasági Magyar Szövetség tudott maradni a meghatározó erő. Urak, jövő szerdán folytatjuk a kormányalakítással, folytatjuk azzal, hogy hová fejlődik az erdélyi magyar politikum. Én Karácsony Zsigmondnak, Gáspár Sándornak és Pataki Istvánnak köszönöm a esti beszélgetést. Csernik Attila és Hamar Mátyás Ruben szerkesztő kollégáim nevében is köszönöm a nézők figyelmét. Várom önöket jövő szerdán este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!